ünnepélyes keretek között avatták fel II. Rákóczi Ferenc vitézlő fejedelem emlékművét. A Béri Balog Ádám baráti kör kezdeményezésére a Honvédség és Társadalom baráti kör és Székesfehérvár megyei jogú város közreműködésével, valamint közadakozásból létrejött alkotás mostantól a Rákóczi úton várja a látogatókat. Az emlékművön olvasható Cum Deo Pro Patria et Libertat, vagyis Istennel a hazáért és a szabadságért jelmondat ma is aktuális értékeket közvetít. Istennel a hazáért és a szabadságért a magyarság szolgálatában. Ez így együtt az a fontos üzenet, amit Rákóczi Ferenc élete és tettei üzennek nekünk, amának. És ma itt a Rákóczi úton egy szobrot állítunk Rákóczi fejedelemnek, Nagy Benedek szobrászművész gyönyörű alkotását. És tesszük ezt azért, mert ezzel is szeretnénk nyomatékossá és hangsúlyossá tenni azt az üzenetet, ami itt is olvasható. Cserpalkovics András polgármester beszédében megköszönte a készítők és a támogatók munkáját, valamint örömét fejezte ki, hogy újabb jelentős történelmi alkotással bővült Székesfehérvár városa. A történelmi főváros vagyunk, akkor a nemzet minden történelmi nagy alakjához és korszakához kell, hogy legyen valamilyen kötődésünk. Nem feltétlenül csak ahhoz, ami szorosan ehhez a városhoz kötődik, de mindenhez, ami a nemzethez kötődik. Ami a nemzet szabadságához, függetlenségéhez kötődik. Második Rákóczi Ferenc ilyen történelmi személyiség. Nem véletlenül volt róla egy utca, egy út elnevezve hosszú ideje ebben a városban. És ez adta a lehetőséget és az esélyt, hogy itt ezen a helyen kerüljön elhelyezésre ez a szobor. A Rákóczi szobor tehát mostantól mindenki számára megtekinthető a Rákóczi úton.